alapvetően zöldség és gyümölcsfélével táplálkoznak, de van, ami a legfinomabb csemegének számít a számukra. Igen, a huszár majmaik ugyanis rajonganak a földi mogyoróért. Hát valahogy huszármajom bűvölő lettem. Mindenki itt van, körülöttünk. Igen. Ki a legügyesebb? Kis kackiás bajszú csapat. Na ezt a látogatóknak szigorúan tilos. Mogyoróval etetik a Lengyelországból érkezett új lakókat a Nyíregyházi állatparkban. A faj neve onnan ered, hogy a felnőtt állatok szájszegleténél a szőrzet alakja és lefutása némileg bajuszra hasonlít, ami a 19. század néhány német természettudósának a kackiás bajszú huszárokat juttatta eszébe. Új majomfajjal gazdagodott állatparkunk főemlős gyűjteménye, a kackiás bajszú huszármajmok már megtekinthetőek itt a Nyíregyházi állatparkban. Alapvetően a fajra jellemző, hogy Közép- és Nyugat-Afrikában őshonosak, és igazi leglegállatok, hiszen a leggyorsabb főemlősök a világon, 3 másodperc alatt akár 50 km/h sebességre is fel tudnak gyorsulni. A huszármajmokat számos ragadozó, gepárdok, hiénák, sasok fenyegetik. Ellenük rendkívüli gyorsaságával tud védekezni, melyhez hosszú megnyúlt végtagjai és lekerekített rövid ujjai is alkalmazkodtak. Alapvetően a természetben kétféle módon élnek csapatokban, vagy egy hímál háremekkel, egybekötött hölgyekkel, vagy pedig a többi megmaradt hím aglegény csoportokba tömörül, a Nyíregyházi állatpark is ilyen módon mutatja be az itt lévő állatokat. A természetben a vadászat és az erdőirtás miatt csökken az állományuk. A fiatal hímekből álló 4 fős csapat az Európai Faj Megőrzési Program keretében érkezett a Nyíregyházi Állatparkba.